Hát erre nem értem. Jó. Egy érdekeset találtam a kitüntetései között, ez a Puszedli díj. Mondanál erről néhány szót, mert utána néztem, kitüntetetjeit láttam általában a színésznőket, megkérdezett. Ezt miért adják, ki adja? Puszedli díjat valamikor a 90-es évek elején kaptam, de megvallom őszintén, én nem nagyon tartom számon a díjakat, egy nagyon kedves de akarod, én felsorolom már. Igen. És az történt a Puszedli díjjal, hogy Békás megyeren, ahol közel 30 évig éltem egy panel lakásban, időről időre megjelentek különböző rovarok, és aztán mindjárt utána cégek, amelyek rovarítószert ajánlottak, és egyszer a fáraó hangyák vettek el bennünket, és felfalták a Puszedli díjat. Nem maradt belőle semmi, csak a szallag egy ideig. Hát valami emberi hangú megszólalásokért, vagy valami ilyesmiért ítélték oda, nagyon kedves társaságot, mindenki hozott valami ajándékot, ki saját maga sütötte süteményt. Még megjelentek a főrendek képviselője, Gudenusz János megjelent, és adott egy könyvet a magyar főrendeknek a jelenlegi állásában, mely család hal ki, melyik nem, egy nagyon elegáns könyvet, hogy ideig még kirúgattak is. Hát én a Koldus és Királyfiból vettem hogy is volt ott az árnyak, és nem tudom én miknek a lovagja vagyok. Csak a kis Királyfit kísérő lovag, de jó, hát akkor a kérdésedre válaszolva annyit, hogy ez egy mézes sütemény volt maga a díj, szallaggal, majdnem mint egy mézes kalács, de kerek volt, és a szeretetnek és az emberi kedvességnek valamilyen fajta gesztusa volt. És kik adták? Hát, már minél szerint most színészek voltak jelen valóban. Azt tudom még, hogy egy vasárnap délben volt, ami nekem így a legrosszabb időpont, mert ugye lelkészkedem, és akkor még két helyen, tehát épp két Isten tisztelet között gyorsan bementem ebbe a cukrászdába, vagy hol volt, ha nem emlékszem pontosan, hogy hol, és akkor ott hátadták, ott meglelgettük egymást, mosolyogtunk, és aztán mentek tovább. Édesapám metodista lelkész volt, ugye? Igen, és a lelkészképző utána a metodista egy lelkész felettél.
bár azt olvasom, hogy a lelkész képzőből kizártak. Ez hogy történt? Hát engem életem során párszor kicsaptak, már egy békeszeretben megint, de középiskolából is kicsaptak. Akkor egy dolgozat miatt izgatás, nem plágium, de én viszonylag jól fogalmaztam, bár sosem hittem ezt el, mert nem tudtam kényelmesen írni, hanem mindig a kicsengetés rémétől félve az utolsó pillanatban véstem a szavakat papírra, és mégis valamiért mindig jól sikerült, és ez a dolgozat, amire már gyakorlatilag egyáltalán nem emlékszem, ezt izgatásnak találták a iskola pártitkára, ma már elmerem mondani, hogy én 8-os koromban, anélkül tudtam volna, hogy ez lesz az én középiskolám pártitkára, megvertem ezt az embert. Tarjános. Hogy? Tarjános. Igen, onnan, onnan. Én is Nyíregyházi vagyok. Igen, igen. Igen, Tarjános. Igen, ő ott fogolyoztuk az utcán, és ő azt állította, hogy én valami sértőt mondtam rá, vagy valami ilyesmit, és én nem mondtam. És erre megragadta a nyakamat hátulról, hogy viszlek a párthoz, és nem tudom. És valamiért nagyon erős gyűlölet munkált benne, és ön erősen mélyeztette körmeit a nyakam, vagy elborult az agyam, és abban az időben kamaszként boxoltam is, és ezzel rögtön megláttam a pontot, amit el kell találni. Úgyhogy aztán nem vagyok büszke a dologra, de ma már ezt bevallhatom. És ő aztán hát félve nyilván a botránytól, mert én neki estem elég rendesen, mert elügetett. Ma is emlékszem, egy ilyen bőrkabát volt rajta, jó hosszú bőrkabát, és az így lefegett, hogy elszabadult. Nyilván meg tudott volna engem verni, de na jó, ennyi. Hát ebből kiderül az, ugye, hogy most iskolaőröket akarnak állítani az iskolába, hogy a tanítványok és a szülők ne verjék a pedagógusokat. Ez nem új dolog. Nem. Hiszen már Gábor is verte a pedagógusokat. Ez az egy ilyen van. Ez az egy skalpon. Jó. Ő aztán hosszan dolgozott azon, hogy engem kicsapjanak az ország összes középiskolájából, emiatt a dolgozat miatt, ugye fölismertük egymást, amikor én oda kerültem abba a gimnáziumba, de nem vettük elő ezt a régi sérelmet, és akkor benyújtotta ezt a számlát, de a kicsapás után szeptember végén visszavettek a szüleim, jártak, följöttek egészen az oktatási minisztériumba is, és a végén aztán visszavettek, de végig érettségig kísért engem ez a árnyék, hogy én izgattam, és ez az eredeti kérdés a lelkészképzőre vonatkozik. Ja, a lelkészképzőről nem csaptad ki, várjál csak, szóval a lelkészképzőről negyedéves voltam, negyedéves teológus voltam, és harmadik év után részben jó tanulmányi eredmények részben a papján miatt felszenteltek segédlelkészé, és ez létezett, és akkor utána az ember a többi évet azt levelező hallgatóként csinálta végig, és 74-ben, 73-ban kezdődött, de 74-ben ért a csúcspontjára a metodista egyházon belül az az ügy, hogy azokat a lelkészeket, segédlelkészeket, akik tiltakoztunk az állami egyházügyi hivatal egyházunk belügyeiben való beavatkozása ellen, azokat mondva csinált ürüggyel egymás után végül is fegyelmileg elbocsátották. És hát ennek része volt, hogy ott ebben a vizsgaidőszakban két vizsgám maradt hátra, amikor beidéztek és kicsaptak, akkor ugye fordultunk, ami egy elég elképesztő és hát eredménytelen próbálkozás volt az oktatási miniszterhez is,
hogy megfelelbezzük ezt a döntést. Minden létező fórumra írtunk, ugye akkor újságban nem lehetett, rádióban, televízióban nem lehetett nyilatkozni, lassan talán most sem lehet már, de akkor nem lehetett már, és még, hát ugye vagy nem jött válasz, vagy jöttek semmit. Azt hiszem, hogy innen jött valami válasz, hogy nem illetékesek ebben az ügyben, és hát aztán kezdetét vette az a 8 év, közel 8 év, ami alatt eljutottunk odáig, hogy többen kaptunk fölfüggesztett börtönbüntetést is, nem a főiskolai tevékenység okán, hanem a lelkészkedés gyakorlása miatt, és átéltünk kilakoltatást, mindenféle rendőrségi zaklatást. És éppen nemrég mondtam a Média nevű Dajcs Tamás által nem ismert amerikai külügyminiszter helyettes vagy államtitkárnak, aki itt volt és beszélgetni akart a mostani egyházi helyzetről, és az volt a véleménye, hogy azért nem mondjuk azt, hogy vallásüldözés van. Mondtam neki, hogy én végül is több mint 4 éven át az utcán prédikáltam. És azon kívül, hogy a rendőrség fényképezett bennünket, meg azokat, akik részt vettek az Isten tiszteleten, minden módon megpróbálta megijeszteni, befolyásolni, és közben házkutatás volt, és időnként előállított a rendőrség. Ha így veszük, akkor is vallásszabadság volt, mert benne volt az alkotmányban, hogy ez mindenkinek a joga, és minden. Én azt hiszem, hogy egyetlen egy Isten tiszteletet sem kellett elmulasztanom, azért, mert éppen ültem, mert mindig ki tudtam jutni télen, nyáron, hetente háromszor kint az utcán, az elvett majd ledózerolt egyházi épület előtt prédikáltam, és megtehettem. Tehát azt lehetett mondani, hogy vallásszabadság van, mert tessék, prédikálhat az ember. És az, hogy fölfüggesztett börtönbüntetést kaptam, az természetesen nem papi tevékenység miatt, hanem egyfelől egyesületi joggal való visszaélés miatt, amiben azzal érveltem, hogy nem tudom elkövetni az egyesületi joggal való visszaélés bűnét, mert nem egyesület vagyunk, hanem egyház. Várhattak volna 30 évet, mert most egyesület lettünk, igen. De a másik pedig a közokirat hamisításnak a bűne volt, és ez pedig úgy következett be, hogy egyszer beidézett a rendőrség, hogy kivezethessék a munkaviszonyomat, mert be volt írva, hogy segédlelkész vagyok, épp itt a 6. kerületben, a Felsőerdősúd utcában. A 6. kerületi rendőrség, amely akkor az Izabella utcában tanyázott, beidézett, ez volt az, hogy személyigazolvány végett. Most én tudtam, hogy miért írnak be, és előzőleg írtam egy levelet, hogy nem fogom önként átadni a személyigazolványomat, mert a rendőrség nem illetékes az én munkai kérdésemben, ezt erőszakkal el lehet tőlem venni. És ugye most bevallom, hogy azt hittem, hogy nem fognak erőszakot alkalmazni, de tévedtem, mert előállítottak, őrizetbe vettek, ennek során elvették a személyigazolványomat, pár napot ültem ott bent, és kivezették a munkaviszonyomat, és én hát azon frissíkbe, illetve először lezuhanyoztam, kicsit élveztem a szabad világot, majd fogtam az egyházközség pecsétét, és visszavezettem a munkaviszonyt a személyigazolványomban, mert mi a saját magunkat adminisztráltuk, és később aztán a büntető per közben fedezték fel ezt a tényállást is. És Gábor, a 81-es alapításkor az állam elismerte jogilag a testvérközösséget? Persze, rendben. 1895. évi 43. törvény alapján abból 3 paragrafus maradt életben a kommunizmus alatt,
pont az, amit egyébként 1895-ben a kritika támadott, mondván, hogy indulóban vagyunk vissza a rendőr államba, és ilyen törvényeket hoznak, ahelyett, hogy vallásszabadság lenne, de mégis e három törvény cikk alapján lehetett később egészen 1994-ig egyházakat bejegyezni. Na most 46 és 81 között nem történt meg. Azt hiszem utánunk jegyezték be a nazarénusokat, akik ugye 100 éve küzdöttek ezért, de talán mi ketten voltunk, akiknek az ügye így rendeződött valamikor ekkor, tehát igen. Menjünk tovább ezen az egyházi vonalon, és akkor elérkezünk egészen 2011-ig. Tudom, hogy mi a véleményed, de azért mégis megkérdezném azt, hogy... Ja, hát, hogy ebben el tudod mondani. Nem, én csak kérdezek. Azt kérdezem, hogy az a sok egyház, ami létezett Magyarországon, ezek valóban egyházak voltak? Hát nézd, az egyház az először is egy teológiai fogalom. Csak keresztényekre érthető, mert jogi kategóriaként nem létezik. Tehát a vallás felekezet az elfogadhatóbb lenne, de maradjunk az egyház kifejezésnél. Az államnak ebbe semmilyen kormánynak nem szabad beleszólnia. Hát Hollandiában kétszer ennyi egyházban, Amerikáról nem is beszélve, kutyát nem érdekli, hogy hányan, ugye az eredeti 1995-ös törvényben az volt, hogy egy egyházközséget köteles felállítani, aki egyházként akarja magát bejegyeztetni, és köteles mondjuk a közösséghez tartozó gyerekek hitoktatását vállalni, mit tudom én mi, és ez 10 fő volt akkor. Ugye ez a zsidó testvéreinktől vett minnyen szám, a 10 fő, ami alatt ugye nem lehet, ha nincs jelen 10 férfi imádságot tartani a zsidó közösségben. És hát ennyi az egyesület taglétszám, kötelező taglétszáma is. De aztán 1990-ben végül 100-ban állapították meg ezt az alsó határt. Is volt a kérdés, az átjúgó, hogy van a temetőd el a véletlenül. Jó volt a fejem, hogy mit kérdeztél? Nem ez a szerepem, az volt a kérdés, hogy ezek az a több száz. Ja igen, visszataláltam, igen. Na most elvétve lehet, hogy volt köztük olyan, amelyik azt a pirinyó előnyt, hogy mondjuk 1%-ot lehet fölajánlani, vagy adókedvezmény volt, azt kihasználva egyeztette be magát, de igazán jelentős visszaélés a nagyobbaknál volt. És most is így van, hogy nagy, sok százmilliós csalások vannak a nagyoknál, a kicsiknél nem volt. Tehát azok a mesék, hogy mit tudom én, valaki bicikli láncot hozott be olvasóként, vagy autóalkatrész, egy autókereskedés, ilyeneket terjesztettek, autókereskedés jegyeztette be magát egyházként, és az alkatrészeket kegytárgyakként hozták be, nem hiszem el. Tehát nem volt igazán ilyen. Ha lett volna, hát mindennel vissza lehet élni, még a politikával is. Nem mondtam, de bármivel, tehát a oktatással, házassággal. Nem? Csodálkozik, hogy ilyet mondtad. Hát a legszent dolgokkal is. Lehet, hogy akart olyan, aki visszajönne, azok volt ez is. Ez az indok, hogy ezért kellene biznisz egyházak kiszűrése miatt, mert nyilvánvaló volt, hogy nem ezt célozza a törvény, hanem hogy ők mondhassák meg, ki egyház és ki nem,
egy beszélgetés során a katolikusoknak mondtam, hogy nekik is elemi érdekük lett volna tiltakozni a törvény ellen. Értem én azt, hogy bárhogy fordul a dolog, ők nem járhatnak rosszul, már ott is elmondták, hogy mennyi üldözésen mentek keresztül, és ez részben lehet igaz is, de tiltakozni kellett volna az ellen, hogy a Fidesz mondja meg, hogy ők egyház és akiről a Fidesz azt mondja, az egyház lehet, és akiről nem, hiába felelnek még a vitatható rossz törvénynek, akkor sem tekintheti magát egyháznak. Ez a helyzet velünk is, hogy mindenben megfelelünk, még az alkotmány sértő törvényünknek is, de nekik nem felelünk meg, és ezért nem mennek. Ennek az az oka szerinted, hogy sok más területen is, hogy ezt a Fidesz, illetve Orbán Viktor mondja meg. Így van, hát nézd ki az, akinek mozgástere van. Lukács Tamás dühös magánbeszélgetésben Lenvai Ildikónak mondta, aki ezt nyilvánosságra is hozta. Lukács persze tagadta, mert nem írásban történt a dolog, de megmondta, hogy az Iványinak el kellene dönteni, hogy politizál vagy egyházat vezet, meg butaságokat mondott, hogy én Gyöngyös Patán, ahol a szegény apát fiával együtt megölték, és a temetésén a helyi katolikus lelkészszer együtt végeztük a Tatárfegyőt. Mit mondtam? Gyöngyös Patán, Tatárfegyőt. Gyöngyös Patán is voltak mindenféle csúcsok. De Tatárfegyőn, ugye én beszéltem, és állítólag abban a katolikus egyházat megsértettem. Most Lendvai Ildikó kérdezte, hogy ez még ok arra, ha ez megtörténik. Én nem emlékszem egyetlen sértő szóra se, hogy fölháborodtak azon, hogy én a többségi társadalom nevében megkövettem a romákat. Ez egy másik kérdés, de hát hogyha Lukács Tamás szerint ebben a dologban a többségi társadalom mellett állna a katolikus egyház, amit nem hiszek, akkor nagy baj lenne. Tehát én azt gondolom, hogy a katolikus egyház egyetlen hibája most, hogy hallgat, mondjuk az utóbbi két esetet leszámítva, amikor is az élet menetén a bíboros megszólalt, és ez rendben volt, illetve a tiszaeszlári ügyben harmad magával, Röcskeivel és teszem az evangélikus elnökpüspökkel hármasban tiltakoztak ezen a dolog ellen, de egyházi ügyben is megszólalhattak volna, és azt mondhatták volna, hogy ezt nem tartják elfogadhatónak. Ugyanezen a médiával való beszélgetésen jelen volt egy katolikus pap is, aki elmondta, hogy nem tartják jónak ezt a mostani törvényt, szemben a 90. évi 4-es törvénnyel, őket sem vonták be a törvény megalkotásába, ezek a előző törvényében igen, és az a törvény valóban szakmai és más szempontból is jó, ez nem. De hogy ezt miért nem mondják el, ezt én nem tartom igazán elfogadhatónak, nem hiszem, hogy a Fidesz venni a bátorságot, hogy a katolikus egyházat egyesületi sorban lökni, de hát... Nem valószínű. De egy kényes kérdés, ha nem akarsz, nem válaszolsz, mert nem úgy ismerlek, hogy a hitgyüli tényleg kiállt mellettetek? Nem igaz, hogy kiállt. Én most szólítottam fel őket helyreigazításra, mert a lapjukban egy egészen hazug dolgot közöltek. Jelesül azt, hogy mi megpróbáltunk bebújni a pünkösdi egyház szárnyai alá, de ott fennakadtunk azok szűrőjén, és ez minden részletében hazug, hamis dolog, és haragszanak ránk többek közt azért, mert hát ők komoly alkokat kötöttek a háttérben, és az úgynevezett kiállásuk, mondjuk egy zárójeles megjegyzés megtételéig megemlítették, hogy másoknak is, akik megfelelnek a törvényi feltételeknek, meg kellene kapniuk az elismerést,
de azért nem lehetett ezt komolyan venni, mert mindig elmondják azt is, hogy Fidesznek joga volt ilyen törvényt alkotni, én pedig mindig vitatkozom velük, hogy nem joga, hanem lehetősége volt erre, mert a kétharmad nem arra jogosítja fel őket, hogy nemzetközi normákkal szemben álló, vagy a magyar alkotmányosság, vagy általában az alkotmányossággal ütköző törvényeket hozzanak. Tehát lehet 100%-os választási győzelem, de akkor 100%-os felelősségekkel, nagyon kínos aprólékossággal az alapvető emberi jogokat a legmesszebb menőkig tiszteletben tartani. És mondom, ebben szemben állunk egymással, nem mondanak igazat ebben, hanem hát örömmel vickolnak abban, hogy most történelmi nagy egyház pozíciójában tetszelegve a többieknek, hát időnként némi kis kár örömmel a vergődését konstatálják. Mert azt hiszem a Kálmán Olgánál volt a Péter egy-két hónappal ezelőtt, és akkor ő állította, hogy kiálltak mellettetek. Hát nem álltak ki, nem mondta ő, ebben igazad. Más dolog ugye az embernek alibi kijelentéseket tenni, tehát nem lehet egyszerre eljátszani a vallásszabadság töretlen hívét, és ugyanakkor pedig megalkulni a háttérben. Egy egész más hasonlat jutott eszembe, de most nem ideig. Hát. No. Ha vesznek benneteket, hanem folyik-e még ez az ügy? Hát folyik ilyen, mert ugye most fejeződik be a tanév, meg kb. 3000 gyerek van, mint kivétel nélkül mély szegénységben élő gyerekek, és ugye most, amikor nyakló nélkül adják, veszik a közoktatási intézményeket, az én álláspontom az, hogy ez szívaső bűn, de azon a mesdjén túl, ahol mi dolgozunk, vagy ahol mondjuk például Derták Tiborék a Csárdik közössége, ott nincs verseny, egyáltalán nincs verseny, és hát azt látom, hogy a Tibor is kicsit kevésbé is, de liberális, tehát őnál sokkal több egyházi jelkép van, tehát ott vannak imaszobák, náluk egy buddhista imaszobák és egyebek. Úgykor meglátogattam, és nagyon munkás volt, hogy elmondta az egyik asszony, hogy őket ott a rendőrség zaklatta a népszavazás, illetve a népszámlálás miatti problémák, kezdtem a mondatot, tehát népszavazás alkalmával a buddhistának hallották magukat, és most a rendőrség zaklatja őket, vagy hogy merték. Korábban csak azzal jöttek, hogy nem temeti el őket a katolikusba. Felháborító dolog, és azt mondja felháborodottan ez az asszony, hogy hát mondtam a polgármesternek, hogy azt, hogy melyik keresztény egyházhoz tartozom, azt hadd mondjam meg én. Mondom a Tibornak, lesz-e neked, akkor itt vannak a buddhisták itt. Az egényeknek olyan mindegy, hogy Buddhának vagy Jézusnak hívják azt, akiben hisznek, valahol ember számba veszik őket. De nálunk is e tekintetben, hát olyan fajta szabadság van, mint régen volt a két háború között a Fasori gimnáziumban, ahonnan sok-sok szabad szellemű, hatalmas tudós került ki, és nem véletlenül talán éppen ezért, mert nem akarták őket benyomöszölni valamilyen fajta felekezeti vagy vallási zsákba, és ugyanúgy lehettek ateista pedagógusok, akik néha hát az egyetlen, akikkel szemben az egyetlen szempont az volt, hogy legyenek jó pedagógusok és jó szakemberek. És ezzel mi magunk is így vagyunk, akár a teológián, akár a... Igen, a teológián is van ateista professzorom, aki tanít, mondjuk éppen Hébert egyik. És hát de szoktam mondani, hogy vannak, akik hisznek Istenben, vannak olyanok, akikben meg Isten hisz. És akkor így dolgok elrendeződnek. Ezt megjegyezzük. Ez jó.
Itt felsoroltam néhány olyan település, ahol intézményetek van. Elmondanám Okulás úr, Abamükér, Beregdaróc, Budapesten a 8., 10., 18. kerületben, Dunajúváros, Gemzse, Gulács, Gyüre, Jánt, Márok, Papi, Szeged. Ezek működnek. Működnek, igen, van még egy pár, de most én akkor azokat nem sorolom fel, de ezek mind-mind-mind mély szegénységben lévő gyerekeket fogadnak, ahol télen mi vesszük a cipőt, hétvégén tőlük visznek ételt, ha van, van egy gyerek, és ez nem túlzás, aki péntek és hétfő között nem biztos, hogy eszik, és hát nagyon sok helyen súvárokba várják a tavaszt, mert akkor van gumba és van gyűjtögetés zajlik, és nem kell fűteni. És Magyarország nem ennyire szegény, ez botrány és ördögi dolog, ahogy hagyják veszni ezeket az embereket, és hát gondolom az egyik ok, ami miatt mi konfliktusban vagyunk egymással éppen az, hogy mi pedig azt gondoljuk, hogy ezeket a gyerekeket helyzetbe kellene hozni, és el kell érni legalább azt, hogy valamilyen szakma legyen a kezükbe. Nagyon jó tapasztalataink vannak, és voltak eddig, mert nem akarok teljesen kisítő lenni, mert ez mindig egy halvány remény. Ápolok még arra, hogy tovább tudjuk az iskolákat vinni, de tavaly például a Bovikéren 50-en érettségiztek. Ugye az érettségit nem mi szervezzük, ér csak mi szervezzük, de nem mi bonyolítjuk le, tehát ezt mindig a megyeszékhelyről jönnek, vagy az iskola hangulatára jellemző a Bovikéren, amit nem egészen 50 gyerekkel vettünk át 8 évvel ezelőtt, és most 870 gyerek van benne. Hát ha el nem gázolnak minket, akkor szeptemberben 1000 fölött lesz a diákok száma, miközben mellettünk Encsen és a Bolyszánton haldoklik a szakközépiskola. Hogy hangulatot jól jellemző, tavaly egy augusztus végén van egy 100 fős kollégiumunk, ahol alsó tagozatosok is lehetnek. Hogy 4 gyerek egy családból elindult gyalog, több mint 70 kilométerről, hogy nekik jusson kollégium, és jöttek 4 napon át szegények, és 4 testvér, közöttük van alsó tagozatos is. És szóval ez az, ami így rést üt az én lelkemben, hogy ők azok, akik nem kellenek senkinek, és ki az ma, aki ekkora, hol az a gyerek, aki 70 kilométerről gyalog elindul, neki jusson kollégium. És eszik-iszik, ami tud közben talál. Nagyon sok olyan gyerek van, aki sok, hát viszonylag sok, aki prostitúcióba keveredett, és összeszedtük őket. Van ott egy ilyen úgynevezett családi napközink, ahová visszacsalogattuk a lány fejjel, a gyerek fejjel szűrt diákokat, elmagyaráztuk, hogy nem botránkozunk meg, és akkor a kis bölcsiskolú gyerekeket, szakemberek gondozzák napközben, anyuka kijön szünetben, megszoktatja a papát, és aztán visszaül a padba, és ott vannak estig, délutánig, aztán haza mennek, és ott tesznek is. És ott vannak, és ezek megszűnnek most, mert... Összesen hány ilyen, most óvoda, általános iskola, középiskola egyben, hány ilyen gyereket, akik nagyságrendileg van, most veszélyben? 3000. 3000. Ez mind veszélyben van. Nincs, nem találsz köztük. Hát elvétve, most például ebben a családos napközében a pedagógusaink is visszaszivárogtak, és rájöttek, hogy a gyerek-gyerek, akármilyen a színe. Hát ők is beadták a gyerekeiket, és ugyanúgy együtt vannak a kis gyerek prostitúcióban született gyerekek és a pedagógusok gyerekei. Ez nagyon-nagyon szép és fontos dolog, azt hiszem, de hát más a
az értékszemben látjuk a Orbán. Tehát egy teljes integrációval, hogy szakni az önben a mai szegregációs szándékoknak pont ellentmond. Igen. Vettünk ott egy kis földet, kaptunk egy csomó megyfát, aztán hát most valaki adott volna egy kicsi földarabot, de már nem fogadhatom el, mert nem vagyok egyház, egyesületként nem lehet földem. A törvény annyi engedményt tett a Krisna tudatú hívők miatt, mert náluk a tehéntartás az egy meghatározó dolog, hogy akkor jó annyi föld, amennyi volt abban a pillanatban, amikor még éppen a mennyi volt egyház és egyesület közt adott szervezet, azt megtarthatják. Megtarthatjuk a megyes felét, de nem vettük új földet. Ebben az egészben beleillik az, hogy Gábor alapítója volt a CETA-nak, egyik alapító szerkesztője a beszélőnek, amit ugye itt is vásárolhattok, ha úgy gondoljátok. Úgy tudom, hogy nem is tőle származik. Igen, így van. Nem tőle. Igen. És te nem voltál azért ezt a bírtóban? Ellen az országgyűlési képviselője voltál, és akkor itt most egy picit meredekebbre tenném a dolgot. Nem biztos, hogy pontosan idéznek téged. Azt mondja egy bejegyzés, hogy a metodista lelkész attól tart, hogy önmaga karikatúrájával válhat az SZDSZ. A másik, hogy nemrég azért távozott az SZDSZ-ből, ezek szerint nem onnan, mert úgy érezte, az emberi méltóságot, az elesettek jogait már a liberális párt sem képviseli. Nagyjából tőled származnak ezek a kijelentések? Most ebben a körben ezt kifejtenéd nekünk? Hát most nézheti, vendégetek vagyok, és kedves arcokat látok, és biztos nem érint benneteket. Volt az SZDSZ-nek egy ilyen időszaka, amikor nem az volt a benyomásom, hogy nagyon rossz irányba megy, és nem láttam reményét annak, hogy meg tudjon újulni. És azok a marakodások, amik akkor az SZDSZ élén zajlottak, ezek reménytelen képet festettek, és ezért mondtam azt, hogy az az érzésem, hogy elveszíti azt a nagyon fontos, meghatározó értékét, talán a bukása is ezért volt ennyire fájdalmas és hangos, mert túl sok érték volt, és túlságosan sokat tartottuk. Én így gondolom, hogy ez volt, de... Azért szeretném, ha erről még bővebben beszélnél, akár fájdalmas dolgokat is, mert most létrejött egy kis munkacsoport az ISZ-en belül, és feldolgozzuk a történetünket kritikával. Hiszen úgy gondoljuk sokan, hogy csak akkor állhat talpra a hangsúlyozom, mert magánbeszélgetésben már mondtam a Gábornak, hogy ez létezik, létező párt, mint egy 1200 tagból. Csak éppen a második, harmadik nyilvánosságban tud megnyilvánulni, és ez a munkacsoport úgy gondolja, hogy úgy állhat talpra, hogyha világossá teszi az elmúlt 20 évet, ami történt. És ezek fontos megjegyzések, amiket tőled olvastam. Hát, most ezt kihagynám inkább. Tehát nem nincs. Bennem inkább szomorúság volt, mint kritika. Akkor is gondolkoztam azon, hogy miután nem léptem be, vagy egyáltalán nem járogattam például képviselőként be soha életemben összesen, talán ha ötször jártam a SZDSZ székházban, hát választások idején mindig bementem, akár sírni, akár örülni. Eltöltöttem ott egy órácskát, de egyébként nem jártam be
pont azért, mert nem vállaltam semmi, de semmi szerepet, mert tartani akartam magam, ezt nem vagyok pártag, és ezért ne szóljak bele, de hát amit a... Azért sem jó erről most beszélni, mert neveket kellene említeni, amit nem akarok. De... Nem tudom, de nem tudok neveket említeni, de ugyanúgy elkapta a gép szíja, vagy én voltam naiv. A SZDSZ-t is hatalom bűvöletében, lehetőségek, pozíciók bűvöletében, vagy attól a gondolattól vezérelve, ezek a Fidesz, vagy mások milyen ügyesen nyargalnak előre, gátlástalanul, pragmatikusan, és ugye ez nem egy politikusi hozzáállás, hogy az ember azt mondja, hogy hát ha úgy nem lehet győzni, akkor nem szabad győzni, vagy akkor tudomásul kell venni, hogy az ember alul marad, függetlenül attól, hogy mellette mások tényleg a versenylovak gyorsaságában szákultanak el. Én gyalázatnak tartom azt is, amit a Fidesz művelt, és nem hiszem, kezdettől nem hittem, ami felett már 90-ben is nagy vita volt, hogy a politikus mindent megengedhet magának a győzelem, a siker érdekében. Nem hiszem, hogy igaz lenne, hogy mindent szabad, nem szabad. És nem hiszem azt, hogy hátrányt jelentene, ha egy politikus kiszámíthatóan igaz ember. Mert az a meggyőződésem, hogy Isten is kiszámíthatóan jó. Most viseljék el azok, akik nem hisznek benne. Nekem meggyőződésem, hogy az, hogy a nap mindig keleten kell fel. Függetlenül attól, hogy valaki hisz, vagy imádja Istent, vagy gyalázza őt. Ez valami olyan következetességről beszél, hogy nem a szeszélye bosszú, a kicsinyes pillanatnyi érdek irányítja a világot, hanem vannak, és ezért nem hiszek igazán a csodákban sem, mert nem hiszem azt, hogy Istennek a saját törvényeit át kell lépnie itt a Földön ahhoz, hogy valamilyen igazság nyilvánvaló legyen, hanem csoda az egész élet, és na, nem bonyolulok ebbe bele, mert nem meditálni akarok. Szóval visszatérek ide, hogy azok a politikusok, akik hirtelen úgy érzik, hogy most gyorsan lehetne győzni, azáltal ha hazudunk, és utána azt is letagadjuk, és így tovább, és az emberek, mint ahogy ezt most dermedten látom, elfogadhatónak tekintik, az nem az, hogy nem igaz ember, az nem jó politikus se. Az, most megint csak dadogva tudom azt mondani, amit szoktam politikusoknak mondani, akik esetleg teológiai háttérből is jönnek, hogy higgyék el, hogy az Isten országa, amit állítólag építeni akarnak, az nem épülhet rá nyilvánvaló hazugságokra és galátságokra, vagy akár csak arra a gondolatra, hogy aki hozzánk tartozik, annak mindent szabad, a többieknek a jogait pedig el lehet venni, és akkor sem igaz ez, hogyha esetleg az alkotmányban beveszik az Isten nevét, mert az meg ráadásul tisztparancsolatból ütköző bűn, mert Isten nevét hiába felneved, és ez nem a károsodást jelenti, hanem hogy ne rángasd bele az ő nevét a magad állításaiba, mert kilóg a lógán. Tehát legyen a ti igenetek igen, a nemetek nem, ami ezen felül van az ördögtől van, mondja Jézus, mert miért el kell kezdeni, hogy bizony Isten, nyilvánvaló, hogy nincs igazad. Úgy kell élned, hogy kimondasz valamit, akkor mindenki tudja, hogy ez az igazság. Egy másik dolog, hogy fecsegni nem kell, vagy ostobán beszélni nem kell, de az nem baj, ha valakiről tudják, hogy nem fog átverni, sem színleg, sem érdektől vezérelve, nem áll át ellenséges oldalra, nem szélkakas, nem fog óriási kanyarokat leírni, radikális, analista, liberális,
iránytól a szélső jobb oldali irányig elképesztő, amit a Fidesz befutott, ami gyalázatfertelen. Most, amikor elkezdtek arról beszélni derék barátaink, hogy hát bezzeg a Fidesz, és hogy valamit tenni kell, és volt az egyik ilyen fölismerés, vagy azt láttam, hogy azokban az ügyekben, amelyet adakoztunk, lehet, hogy nem jól, Aladárral együtt és Horváth Aladárral, hogy azokban még mindig a legtöbbször az SZDSZ szólal meg, de azért szívják a fogokat, és nagyon kihallatszik, hogy nagyon kellemetlen, mert viszi, nem hozza, nem viszi a szavazatokat, azt, ha kiállunk a cigányok mellett, akkor elkezdtem elbizonytalanodni. És nem vagyok naív, vagy faragtartó, vagy ilyen, hanem el szoktam oldozni az én tutajomat azoktól a nagy hajóktól, amelyek más irányba mennek. Nem biztos, hogy rossz, csak én nem mennék. Neki nem rossz, talán, de a vége szerintem rossz. De hát az biztos, hogy liberalizmus Magyarországon hát nagyon messze van a 19. század második felének híres és értékes liberalizmusától, és hát ebben a két háború közötti világra visszarévedő borzalomban bizony milyen nagyon jó lenne volna egy erős, öntudatos, tisztességes liberális. Te is használtad azt a kifejezést, hogy bal liberális, liberális. Hát igen, jó, én ennek a baloldalához tartom. Én nem titkolom, hogy én inkább baloldali érzelmű vagyok liberálisként is. Mi más lehet még szegények környezetében? Az egyensúly annyira elbillett ebben az országban, hogy arra vissza a gravitáció. Mondom világ, ahol én mindig talán inkább baloldali lettem volna, ha lehetett volna. De hát rendszerváltás előtt nem lehetett, aztán utána is hamar kiderült, hogy igazán nem lehet. De boldog világ, ahol olyan konszenzus van a liberális alapértékekben, hogy nincs szükség liberális pártra. Lehet, hogy csak színház volt, amikor a Olancsa meg a Sárközi együtt koszorúztak. És ahogy megfogták egymás vállát, de ezek gesztusok voltak. Ezek fontos gesztusok. Tudom, hogy a franciáknak is rengeteg hibája van, most visszagondolok a második világháború alatti dolgaikra, mert nem volt mindenki, hogy se partizán, meg kommunista. Ez a gesztus, hogy mikor láthatjuk mi ezt Magyarországon, hogy ilyen gesztust gyakorol a legyőzött a legyőzőről. Orbán és Gyurcsány egymás felé nyúlnak. Igen, igen, hogy egyáltalán csak megérintik, vagy csak nyúl feléje. Hát nyúl feléje. Igen. Jó, egyelőre köszönöm szépen. Kérdezzetek. Mondjad. Azt szeretném kérdezni, hogy mi ad reményeknek a 3000 gyereknek és az egyháznak, hogy egyházként fog tovább működni, mert azt hallottam, hogy azért egy icipici remény van. Mi az a remény? Nem tudom, ez tárgyas. Tárgyas. Hát megbukik a Fidesz, és akkor például beszélni lehetőséget, és azért ezt sem lesz járni, mint lehetséges jó megvon rá. Azt én is gyanítom, hogy az egyház fog még egyházként. Igen, biztosan. Az lenne jó, ha ezt esetleg a népekbe gondolni. Kellene még gondolni, hanem hogy most valamiféle. Tehát most tulajdonképpen nincs segítség. Hát én minden lehetséges fórumhoz fordulunk a alkotmánybírósághoz, Navracsicshoz, mivel vissza-vissza lévő levelezést folytatunk, amikor már elfogyott az ő türelme, de én már írom a következő levelet neki, hogy havonta egyszer írok. Most Balogh Zoltán lesz a területén felelős miniszter, sőt az egyházi is átkerül Navracsistól hozzá. Túl nagy reményem nincs, noha ő is egyike azoknak, akik például, amikor nem volt munka,
munkája nálam tanított a főiskolán, új szövetségi egzerkézist épp, mert felesége 15 évig ott volt főiskolás, beválthatnám, egy jobb világban esetleg, ha volna erre inkább ezeket a dolgok. Sosem váltott be, azt se váltottam, hogy az Orbán két első gyerekeként kereszteltem, soha nem kerestem, boldogabb időben se jön, semmiben, ezzel kapcsolatban sem. Kövérnek az apját én temettem, és azon kívül egy mindenféle egyéb szolgálatot végeztem köreimben, de nem én távolodtam azoktól az értékektől, amikor még ilyesmiben találkozhattunk, és hogy mondjam, jobb hiány tudomásul veszem a magyar világ. Így alakult, de azért a valóval fogok beszélni, illetve számot fogom kérni az új köztársasági elnökön is, hogy amiket mondtott, ez az egy vagyok közületek, hogy ezek szófiázó virágok-e, vagy lehet ők tisztességes embernek tekinteni, mert ha igen, akkor hadd lássuk, hogy hogyan megy neki azoknak az alkotmánysértő törvényeknek, amelyek pokolvá teszik némelyeknek az életét. Vagy mit jelent ez a Márlő Ferenc minden a köztársasági elnök ideje alatt minden karácsonykor eljött, a Fütött Fuxa nevű hajléktalan szállásunkra, és sok mindenben nem értettem idővel egyet, de mégis tiszteltem azért, hogy ő valamit jelentett arról, hogy ő nem csak a saját köreiben, sőt tőle is kaptam egy kitüntetést, a köztársasági elnök aranyérmét. Igen, sokat gondolkoztam őt, hogy elfogadjam, de aztán mégis úgy véltem, hogy rendben van, elfogadom, ő mindig eljött a Fütött utcára, ahol így telente 280 ember alszik egy végzőben, és mindig hozott ajándékot, megkérdezte előtte, hogy mit hozzon, és azt mondtam, hogy mákos beiglit, akkor megsüttetett 280 mákos beiglit. Zoknit, nem tudom, mindig hozott valami ajándékot is, és ez nagyon-nagyon tiszteletre méltó dolog volt, és meg akarom kérdezni ezt a fiatalembert és ezt a köztársasági elnöket, hogy mit jelentenek az ő bátorító szavai, amelyeket mindenki boldogan azonnal beengedett a fülébe, és nagy reményeket fűztek a dologhoz, azóta csend van. Hát adjunk neki egy kis időt a költözésre, de ezt meg akarom őt keresni. Most, amikor be kellett adnunk ugye az Egyesület tévaló átalakulás dokumentumait, és azért kellett beadnunk, mert az Államkincstár közölte, hogy amennyiben március 2-án nem igazoljuk, hogy beadtuk, akkor azonnal leállítják az alapnormatívát, és januártól már egyházi normatívát nem kapjuk, és kettőből együtt lehet összerakni azt az összeget, amiből szűkösen működtetni lehet az intézményeket, tehát tolunk már január óta magunk előtt fizetetlen számlákat, és ezért beadtam, de ugyanakkor egy két mellékletet is csatoltam ehhez a anyaghoz, az egyikben az egyházak közgyűlésének azt a nyilatkozatát, amely arról szól, hogy kizárólag a kényszer miatt döntöttünk így, és mert nem adtak más lehetőséget az egyházként való tovább működésre, és kijelentjük, hogy amint visszáll a jogállam Magyarországon, akkor újra egyházként kívánunk folytatni a tevékenységünket. A másik levél pedig, amiben arra kértem a bírót, mert őt erre lehet, és nem kötelességét lenne, hogy miután súlyosan alkotmánysértő, ami kirekesztés, azért forduljon az alkotmánybírósághoz, és addig függessze fel, ami egyesületként való bejegyzés. És ezt elküldtem február 27-én, és azóta nincs még semmi jelzés, se arról, hogy bejegyeztek, se arról, hogy fölfüggesztették. Tehát néma csend, semmi válasz. Tehát, úgy mondjam, még az is lehet, hogy felfüggesztették az eljárást. És azt is világossá tettem, hogy
ha nem nyer elintézést itt az ügy, akkor nemzetközi bírósághoz fordulok. Ott meg fogom nyerni a pert 3 év múlva. Milyen hasonló dolgok vannak most a klubrádió ütött a szemben hirtelen, hát pontosan ez paralel. Csilla, parancsolj. Nagyrészt megkaptam a válaszomat, de még a válaszkérdését. Tehát tulajdonképpen az egyházi normatívát nem kapjátok, egyesületet igen, de az egyházak számára felajánlható 1%-ból sem részesül, akkor ezek után a közösség. Igen. Ez még a tavalyi adó, de ezután nem. De van a másik 1%. Az egyesületet nem írják be, van a másik 1%. Egyek, de nézd, most van közel 10 000 vagy még több egyesület, tehát... Igen. Minek ez nyilvánvaló, hogy ez alapítva. Különben is, hát ez nem pótolja, csak kíváncsi voltam erre, de az egy nyugati segítséget azon biztos, hogy be lehet találni az államot. Nem baj. Ja, de hát nem azért, mert tudom, hogy 3 millióval lesz a győzelem, és nem körülben belül, de egyéb egyházi, nyugati egyházi segítséget azért, hogy és egy még, és már nincs annyira, mint régen van, hogy a nyugati protestáns egyházak a keletieket támogatták, de ez akkor volt. Két probléma van ezzel. Az egyik, hogy ugye a nyugati egyházaknak is kezd remek problémájuk lenni. Hát egyrészt szervilágiasodás, az folytatódik, az emberek lépnek ki az egyházban. Az egyik, a másik pedig, hogy miután nagyon ügyesen meg lett osztva ez a egyházi közvélemény, ezért az egyházak egyik fele teli torokból fújja azt, hogy itt vallásszabadságban semmi probléma nincs, a biznisz egyházak vergődnek, de vallásszabadságban is nincs probléma. Most nagyon nehéz elmagyarázni, de van, hát, hogy micsoda dolog, hogy visszamenőleges hatállyal vonják meg valakinek a megszerzett jogait, és jelentik ki azt, hogy 20 év egyesületi működés után kezdeményezheti valaki azt, hogy egyházként bejegyezzék. Igaz, hogy mi már több mint 30 éve be vagyunk jegyezve, de ez akkor meg egy másik ok miatt nem érdekes lesz, hogy be vagyunk 30 éve jegyezve, és az is hamis indok, de tegyük fel, hogy valaki csak 18 éve van bejegyezve, vagy egy éve. Micsoda dolog az, hogy egy éve jó hiszemben gyakorolja a jogát, és akkor azt mondják, hogy nem számít. Még, bocsánat, a Kádár rendszerben, amikor az utcán prédikáltál, de elismert volt az egyházban, vagy nem az egyházban? Nem, hát ugye ez 81-ben, tehát 73, 4 és 81 között. Nem volt elismert, de nagyon érdekes volt, hogy ez alatt az idő alatt az Állami Egyházügyi Hivatal annak ellenére, hogy mindent elkövetett azért, hogy felszámoljon bennünket, nem vonta kétségbe, hogy egyház vagyunk. És az egyházaknak akkor is járt a némi anyagi támogatás? Nem, de más. Akkor más világ volt. Tehát engem az egyház része nem annyira érdekel, mert az el van úgy, ahogy. Az egyházi oldalon a jogi része érdekel, de az sem olyan nagyon várt, mert hogy a Fidesz szerint mi nem vagyunk egyház, csak egy egyesület, nem érdekel, mert én szerintem meg ők nem Fidesz és nem tisztességes politikusok, aztán mi van akkor. Tehát ezek miatt, a szolgálatok miatt, amit némelyek szerint nem tartozik az egyházi működéshez, szerintem igen. Tehát lehet valakinek olyan, és egyáltalán nem, minden irónia nélkül mondom, hogy teheneket tart, és akkor fogja magát a Fidesz, és módosít az egyesületi törvényen, hogy tarthasson tehenet, megőrizhesse a földjét. De az én javamra nem módosítja a törvényt, hogy én megtarthassam a szegényeimet, és az én termőföldemet elveszi, és nem érdekli, hogy iskolába járnak-e a gyerekek, vagy nem. És újra mondom, nem az zavar, hogy a teheneket igen, a gyerekeket nem.
mert milyen alapon szól bele, hogy ki hogyan látja kereknek a világot, ennek segítségével, akkor ennek segítségével. Imre Parancső. Igen, a engem, mint vallásos ember, mélységesen aggaszt az a pseudo vallás felé fordulás, amit a Fidesz 92 körül politikai okból elkezdett, és amit most már formális teljességre jutott. Tehát ugye eljutottunk oda, hogy minden zászlószentelések vannak, mindent beszentelnek, az egész teljesen formális, teljesen lélektelen, és valójában az igazi mély vallásossághoz, amely belülről jön és bakától értetődő, az ellehetetleníti. És az a kérdésem, hogy az egy álkérdés, hogy miért asszisztálnak ehhez nagyegyházak, úgynevezett nagyegyházak, holott nekik kellene a legjobban fellépni annak érdekében, hogy inkább kisebb mértékű, de valóságos gesztusokon, valóságos érzelmeken és valóságos elhatározásokon a vallásosság legyen, és ezt kiterjeszteném még a konzervativizmusra is, amire nagyon nagy szükség volna, jó konzervatív. Hogy látod te ezt? Te hát engem mélységes veled, nem tudom én se rá a magyarázatot, csak abban, hogy nem tudott megújulni az egész magyar társadalomra, igaz ez, de az egyházakra is, hogy ha nem biblikusan, mert a Bibliában számtalan szöveg van a bűnbánatról, és ezek nagyon sokszor kapcsolatban vannak az adott történelmi kor politikai problémáival, mint tudom én, zsidó népet elhurcolják Babilonba, és akkor Dániel imádkozik, és bűnt van, és azt mondja, hogy igen, vétkeztünk, elfordultunk tőled, vagy másoknak eszükbe jut, hogy nem fogtuk meg a szegények kezét, tétlenül néztük, amit elvesznek az utcán, nem álltunk ki mellettük, és akkor tessék, most bűnhődünk, és bánjuk, szánjuk a dolgokat, fogadkozunk, és lehet, hogy hazamegyünk, fölépítjük a templomhoz, és aztán megint kezdődik minden előről, mert ez így szokott lenni, tehát nem lehet egyszer s mindenkorra egy bűnbánattal elintézni a dolgokat, de hogy a magyar történelem elmúlt, csak mondjuk így az elmúlt 100 évben nincs elbetéve, az biztos. Legközelebb itt a két háború közötti ügyek. Tehát abban, hogy olyan förtelmes antiszemitizmus van Magyarországon, abban benne van az is, hogy a csodába lehetett a keresztény Európában, keresztény Magyarországon. Hogy történhetett meg ez a borzalom, ami megtörtént, és hogy nem tudjuk kimondani azt, hogy vétkeztem. Hanem rámagyarázzuk, hogy ezt a németek csinálták a zsidókkal, tehát nem velünk, hanem mi, nekünk nem voltunk elég ügyesek és hatékonyak, tehát olyan kicsik vagyunk. Elfelejtjük, hogy adatüzetünk Amerikának és a Szovjetuniónak, nem gondoltuk, hogy ennyire kicsik vagyunk egyrészt, másrészt pedig, hogy ez az egész dolog így, ahogy van, nem igaz. Ja, a főiskolák udvarán van egy kis cserje, amit Kamenyec Podolszkiban ástam ki és loptam el, egy éjszaka ott, egy trappan, 700 kilométerre van ide, mentünk el oda akkor, amikor a kis hegedűs Lórán hírhet nyilatkozatát tette a galicianerekkel kapcsolatban, rekeszt ki őket, vagy ők rekeszt. És akkor magam mellé vettem a teológia szakunk dékánját, Majsai Tamást és még valakit, beültünk egy autóba és egy trappan lementünk Kamenyec Podolszkiba, abba a parkba, ahol 80 ezer áldozat nyugszik köztük, közel 20 ezer magyar zsidó, akiket galicianereknek tituláltak, és
akkor ti meg akarván mutatni azt, hogy mi megelőzzük Európát az igazságtételben, vagy nem tudom mi a fenében, fogta és kiküldte a Galícián ereknek nevezett zsidókat a harctérre, ahol hát csak nem 100%-ig mindenkit elpusztított. Nem ismerte el a magyar állampolgárság. Nem ismerte el, de volt, aki már 100 éve itt volt Magyarországon. És nagyon sokan, a társaságnak állítólag legalább a 40%-a az biztos, hogy úgy rámutatásra minősül csak Galícián ennek. Na de ha egy nappal azelőtt érkeztek volna Magyarországra, akkor is ördögi bűn és mély gyalázat, hogy ez megtörténhetett. És hoztunk onnan egy zsák földet, meg ezt a kis cserjét elültettük a főiskola udvarán. Nagyon megelégítő volt látni, hogy eljöttek olyanok, akiknek a szülei ott elvesztek és merítettek egy kis földet ebből a Kemenyszkodorszki temető föl, aztán visszamentünk, beosztuk az egész parkot, a síremlékeket, 8 vagy 10 ilyen hatalmas nagy tömeg sír van a parkban, ilyen bombocskák, és ott magyar-ukrán és héber nyelven egy táblát helyeztünk el, bűnvalló istentiszteletet tartottunk, de ugyanezt megtettük körülbelül 40 vasútállomáson, ahonnan Auschwitzba vonatot indítottak a Veszli és az egyház nevében, mert az az én véleményem, hogy senki nem mentesül a bűnvallás és az elhatárolódás. Tehát nem úgy elhatárolódás, hogy nem mi tettük, hanem megvalljuk és azt mondjuk, hogy nem akarunk többé ilyen dolgot látni, hogy megvallottuk azt, hogy mennyire hiányoznak nekünk, akik oda vesztek, és szégyeljük, és kijelentjük, hogy van-e egyáltalán jogunk nekünk igét hirdetni, és vallásos énekeket énekelni. Ezeket a táblákat a MÁV teherfuvarozási osztályával közösen raktuk ki. Vége fele jöttek rá, hogy mivel húztuk be őket, ugye mindent engedélyt kell kérni, és felvetettük, hogy ők nem akarják esetleg, hogy őket is oda írjuk, mint akik a táblát állított, belementek, és a végén döbbentek rá, hogy igen, hát ők voltak, akik hajdan is megszervezték a zsidók elszállítását, és hogy ezért nem csak a egyházunk és főiskolák neve szerepel ezeken a táblákon, hanem a MÁV teherfuvarozási főosztálya is, és mi a bűnbánatba, vagy a bűnvallásba bevontuk ezt a dolgot is. De visszatérve a kérdésedre, én azt gondolom, a bányába és rádől a szén, és ott meghal, akkor fáj nekünk, meg hősnek tekintjük, de valahogy rendben van. Miért nincs rendben az, hogy mi meg fölemeljük a szavunkat dolgokért, és mi is kapunk börtönbüntetést, vagy meghúzolást. Nem olyan nagy ügy ez. Természetesnek kellene lenni, nem az a természetes, hogy mondjuk a papgyerekek is belépnek a kisbe, vagy a pap maga közel játszik abban, hogy annak érdekében meg lehessen kapni a községi kultúrházat, a lakodalomra inkább lemondanak a egyházi esküvőről, vagy ne ilyen régi dolgokat mondjak, hanem most, amikor egyesek megszervezték, hogy a parlament előtt az év végén szónokoljuk a vallásszabadságról, és előbb olyan 80-an, aztán olyan 150-en összejöttünk, és ott morfondíroztunk azon, hogy miért vagyunk ilyen kevesen, akkor előkerült mindenkinek a zsákjából egy-két történet, hogy az emberek azt mondták, hogy hát fényképezik azokat, akik ott megjelennek. Tudom, én egy vállalkozó azt mondta, hogy megjegyzik a pofámat, és nem fogok kapni megrendeléseket. És én azt mondtam, hogy akkor, ha ennyi kockázatot nem vállalunk, akkor vajon van-e értelme annak, hogy mi hadakozunk? Tehát abban, hogy ilyen mérhetetlenül mélyen van ennek az országnak a lelkölcsi ítélő képessége, most ne azokat kezdjétek védeni, akik rendben. De hogy
többség végignézi azt, ami itt most zajlik, és bármint gyakorlatilag megtörténhet, maximum az a reagálás arra, hogy jó, akkor otthon maradunk, akkor nem megyünk el szavazni. Szóval ebben bizony az egyházaknak derekos szerepük van, de nem akarok mutatni veletek, benneteket azzal, hogy szerintem az egész majdnem 20 évszázados antiszemitizmusban, azt megelőzően antijudaizmusban benne van az a politikával összefonódott triumfáló kereszténység, amely itt akarta, igen, a nagy konstanti fordulat, akkor legalábbis a 4. századtól, de már azt megelőzően is, amely nem a Krisztus dicsőséges visszajövetele után akar vele együtt triumfálni és uralkodni, hanem abban, mivel abban nem biztos, és inkább nem hisz, ezért, ha lehet most itt a Földön ezt azt jelenleg jelentelni. Parancsoljatok, Bisi. Azt mondod, Gábor, hogy Orbán dönt az egyházas sorsáról. Hát minden. Ha jól emlékszem, akkor te adtad össze Orbánt Anikóval. Tehát az esküvőjüket is te celebráltad, nem csak a gyerekeinek a keresztelőjét. Na most ezek után Orbán Viktor így köszöni meg neked. Akkor bízott az egyházatban. Vagy van, aki én Orbán, tudjuk, hogy mennyire volt vallásos. Hát most sem vallásos. Pont annyira, amikor annak idején mindenféle nagy vasas szurkoló volt, majd a tévében azt nyilatkozott, hogy úgy persze szurkoló, most meg már úgy emlékszik, hogy egész életében a fehérvárnak. Akkor a kérdés ma az igazából, hogy mi, akiknek nincs hatalmunk, nincs pénzünk, gyakorlatilag semmiünk sincsen, hogyan tudnánk nektek segíteni? Mert segíteni viszont szeretnénk. Igen, meghat, és hogyha semmit nem segítetek, de ezt mondtam már is, én elégedett vagyok, és köszönöm szépen. Hát nem tudom, azt hiszem, hogy nem lehet így igazán segíteni nekünk. Nyilván fogok tenni egy kísérletet arra, hogyha a szociális intézményeinknek legalább a némelyikét megpróbálom önkéntesekkel továbbvinni, ha lehet. De lehet, hogy azt sem fogom tudni. Tehát lehet, hogy most a következő 4-5 hétben, mert nincs több időm rá, meg kell hoznom azokat a fájdalmas nehéz döntéseket, hogy be kell jelentenem, hogy nem hiszem tovább az iskolákat, mert fontosabb, hogy a gyerekek sorsa az valahogy elrendeződjék, és nagyon nehéz lesz ugyanezt szociális téren, nem csak hajléktalan ellátó intézményeik vannak, hanem van 5 idős otthonunk is. Ezek is mind olyanok, ahol nincs beugró, tehát egyszerű emberek lehetnékében megbocsáthatatlan bűnnek tartom az ő sorsukkal való játékot is. Tehát ha most Fidesz mindent rendbe tenne, akkor is elfogadhatatlan az az elmúlt ő egy év, ami alatt játszik, emberek idegeivel, emberek rettegtek, szorongtak, és naponta kérdeztek engem, hogy mi lesz, és csak ilyeneket tudtam mondani, és azt meg tudom mondani, hajszál pontosan, hogy mikor kell fel a nap, mert a Jóisten következetet, mi lesz, nem tudom megmondani, mert a Fideszre számított. Az emberek ki fognak el, tehát van esély, hogy igen, még most tudtok fedelet adni a fejükről, ezek az emberek ki kerülnek majd az utcára, és akkor jön a Fidesz rendőrség, amelyik mint bűnöző, veszélyes köztük bűnöző, lecsapnak rá 150 ezeres börtönbe, viszik az embereket. Nem tudok mit csinálni. Tehát mi 365 napon át, napi 24 órában vagyunk nyitva az egyetlen olyan szervezetben, az összes többi hajléktalan ellátó szervezet nyálasz ezen. Én ezt elfogadhatatlannak tartom, vagy például vasárnap nem adnak ebédet a hajlékkonyhák. Ezt elfogadhatatlannak tartom, és nem tudnék leülni úgy vasárnap az asztalhoz, hogy azt tudom, hogy nálunk az emberek most éhesen konstatálják, hogy vasárnap van, és nem kapnak ebédet. És ez nagyon nehéz önkéntesekkel, meg pénz nélkül megcsinálni,
meg tudom próbálni, ha nem, akkor, akkor nyilván le kell tennem a fegyvert, és biztos, hogy egészen piciben a nagyon személyes kapcsolatokban megpróbálok az embereknek segíteni, de ezt nem tudom még, és mégis lelkem mélyen reménykedem, hogy valami, valami kiutat találunk. De akkor én jól hozzám lehet tolni az erdélyhez. Vázolva, hogy itt emberek sorságot hozott, tehát tényleg emberek alapvető szabadságvédésé érülnek ezzel a darab. Most dolgozunk ezen, hogy hát a kormány kihagyásával lehetne pályázatokat nyerni. Ugye valaha azt gondoltam a rendszerváltás előtt, hogy tőlünk nyugatabbra igazabbak és korrektebbek az emberek. Picit meginoktam ebben a naiv hitemben. Még mindig igaz, hogy nagyon pösülete van a jognak, a jobban félnek az újságoktól a politikusok. Amit te mondtál, inkább nyilvánsághoz meg rivális egy kanálvízben megfojtották volna egymást, mondtak egymásra kigyújtják át, de hát más kultúrája van ott a politizálásnak is, és ezért nagy-nagy zavargások és egyebek mellett is, amit például bevándorlók miatt, vagy Roma ügyben, Sárközinek vannak elég ültetlen bűnei, de mégis azért inkább egy olyan kirekesztő társadalomban képzelném el a saját szegényeinket, mint itt. Lüzi? Ha Misi már felvetett ezt a segítség dolgot, akkor nem tartom tovább magamban. Szegvári Kati gondolata nyomán egy megszabású koncertet szervezünk, és szeretnénk, ha ezt tudnád és elfogadnád. Már a alakuló ülésünk meg volt, akik ezt szervezzük, András is közte van többek között. Reményeink szerint a Margit szigeten már az első lépéseket megtettük, és hát mondanom sem kell, hogy hát mindenki a nagyon szeretettel és tisztelettel vesz ebben részt, és hát a, mint ahogy ezt valamire való jótékonysági koncertet teljesen őket nektek szeretnénk felajánlani. Az én gondolatom az, hogy mondom csak az enyém, hogy remélem, hogy ez az első, vagy az egyik első, de főleg az egyik lépés lesz. Tehát mindenki abban tud majd segíteni, ami mindenki abban fog majd segíteni, amiben szíves tud. Én szeretnék meg plusz egy személyes, hát, személyes dolgot is mondani, hogy ami az én képességeim, tanultságom, szakmám, tapasztalatom, stb. Engedi, azt szeretnék felajánlani, ami... Tehát a bármilyen, hogy mondjam, ott együttlét, vagy tanítás, vagy bármi, hát egyszerűen csak beszélgetni gyerekekkel, emberekkel. Nagyon köszönöm. És én azt hiszem, hogy itt többen meg fogunk most múlni. Itt közben egy másik vonalon audíciót is szervezünk, tehát majd valahogy ennek a nyilvánosságát is megteremtjük, hogy tudjunk egymásról, hogy egymást erősítjük, és adunk ötleteket, gondolatokat, hogy hogyan lehetne. De ezt a koncertet, ezt nagy erőszer indíthatjuk. Reméljük, hogy szeptember elején, ugye, a válogatunk meg, hogy valamikor szeptember elején, hogy jó idő van. Ezt két napokban megintézünk. Köszönjük. Doki. Nekem egy észrevételem és egy kérdésem is lenne, ha jól figyelem az eseményeket, és jól dekódolom az eseményekből jövő láncszatot és dolgokat, akkor a Fidesznek ez az abszolút populizmusa a felsőoktatásos mizériával és az egész minden oktatásra utaló dolgával együtt arra
akarja végül is hajtani a vizet a kormánypárt, hogy igazából, hogy mondjam, az okulás és az oktatásnak ne legyen rációja abban. Mondjuk azt, hogy minél utat az ember, annál jobban hallgat a birka szóra. Tehát, és igazából ezért van az, hogy ha jól látom, ezért van az, hogy az iskolákat, a felsőoktatást is megnyilvánja sok minden ilyen téren, mint ahogy önök még is, ugyebár ezt a gyerekeknek a nevelését és tanítatását is valamilyen szinten ezért is próbálja elkaszálni. Van ebben sok igazság. Másrészt meg ugye le akar számolni minden olyan tűzfészekkel, mint amilyen a mi főiskolánk is. És aki végén egyetemre felsőoktatásba akar menni, az meg fog elégetni kényszerűségből, akár pázmánnyal, vagy a Károlival, vagy bármely másik olyan intézménnyel, ami diplomát ad, és fenyeli a békát, aztán elmegy oda. Ez is, hogy elmúlt évben összesen 100 országban 100 embert vettek fel jogra. Orbán Viktor szerint ez is sok. Na most nyilván... Ő neki Orbán Viktor. Hát egyrészt, de nyilván arról is szó van, hogy valahol, amit abszolút befolyásolni tudnak, ott akarják a jövő jogászait nevelni, jövő bölcsészeit is. Tehát meg akarják határozni, hogy hol lehet, és gondosan ügyelni fognak arra, hogy mások ne lehessen másként gondolkodókat nevelni, ami hát megbukott már sokszor, de addig, amíg megint ez is megbukik, évekkel meg kell, kiesik egy generáció akár dologból, de lettem is ugyanez a helyzet. Ha valamiben pénzt kellene beletenni és segíteni, hogy gyerekek iskoláikat befejezzék, és ha más nem, hát menjenek el Európába, végül is ez egy megye Európában, Magyarország, Amerikában egy állam, ennél talán nagyobb is, mint egész Magyarország, és mégis van egy USA öntudata minden embernek, független attól, hogy Iowában, vagy Colorado-ban, vagy hol van. És itt is nem baj az, ha valaki elmegy dolgozni Németországba, vagy Franciaországba, vagy bárhová. Hát miért, ha Indiából, Afganisztánból másodban megéri elmenni Franciaországba, Magyarországról, miért nem mehetne valaki akár romaként? Ha Indiából lehet menni, Magyarországról miért nem lehet menni? Menjen, de ugye amit itt látunk az, hogyha valaki elment Magyarországról azért, mert itt nem tudott megélni, vagy mert itt problémák voltak, az többé nem jön vissza. Miközben mondjuk a törökök végeláthatatlan sorokban mennek haza ünnepelni, házasodni, meghalni. Nem, sokan mondjuk letelepedtek már Európában, de akkor is az ó az, hogy a kínálják. Tehát hiába vannak a világon, szanaszik mindenhol rengetegen, de a szívük ott van, a saját a magyarok kéne, többségében nem. Tehát ez is egy városi legenda, hogy a magyar szív az mégis itt akarja. Talán dobogó küld. Dobogó. Elfotlátszó. Azért mennek el, mert már méhében megütötte ez az anya a gyerekét. Ez az anyaföld itt, és oly mértékben sportszerűtlen, ahogy saját népükkel bánik, ami mindenkori politikai elitünk, hogy rák azt mondja, hogy ide többé nem jövök vissza. És ez más kérdés, hogy nem tud igazán jól beilleszkedni többé másút, hát részben a nyelv ismereti hiányok, meg valamilyen kulturális lehúzó erő miatt, meg hát ami még furcsa, hogy nagyon erős kötődés van az Izraelbe, kényszerű okból kiment zsidókban és svábokban. Tehát nem egyszer előfordul, hogy pénzt ad a sváb arra, hogy azt a házat, amit ő visszaszerezni, soha nem fog tudni rendbe tegyék azok, akik tőle elvették, és valamiért a
szíveitokok. Még annak ellenére is, hogy annyi, de annyi. Meccseknál köztünk ötöljönött, láttam ilyen házakat. Igen. Hát én volt tanítványaim, hát ugye most már nyugdíjas vagyok, igen, nem is mondom, pár ezeren voltak. És Ausztráliában, az Egyesült Államokban, akkor találkozom velük a Facebookon, vagy a szüleikkel, a környékkel, megállunk beszélgetni. Nem jön vissza. Nagyon jól együtt ott van, hogy már rá se kérdezek, mert nem akarok. Parancsolj! Akkor nem hallottam, hogy ami fölünk mondjuk a sajtó, meg a szemünk, ez a remek kis készülék, hogy megkérdezte volna akár az Orbán Viktor, akár Navracsics, csak egy esetet mondjon már, ahol bebizonyosodott, mert hát ez egy ilyen alapvető indíték, hát akkor én bizony most itt azt gondolná, mondjuk egy holdról jó és nagyon jó szándékú ember, hogy itt ilyen sorozata volt. Ez az egyik, hogy egyáltalán volt helye, én nem tudok róla, tehát ez nagyon keveset jelent. A másik, hát ez csak egy zárójeles megjegyzés, és igazán a kifejtéssel nem ismertő talán itt, hogy ugye, ha az ember hát alaposabban megnézi mondjuk a nagy egyház, mondjuk azt, hogy a katolikus egyház és a picinke párt a Fidesz kapcsolatát, hát az sok szál. De hogy némi nem üzleti kapcsolat is felfedezhető, hát ezt elég kevesen tudnak vitatni. És még egy harmadik, én most ezt meg kell mondanom, hogy én tervelem a gyülekezetét, de ugye ez nem újdonság a jelenlőknek, hogy azért az egyházak közül korábbi években ez a gyülekezet volt, ami hát ugye jobb oldalról reggeltől estig hallhatta, méltatlanul hozzáteszem, hogy már pedig ő hát üzletet csinál és nem egyházat. Ez most csak abból a szempontból, hogy most ő egyháznak minősült, én is úgy tudom. Isten őrzen, hogy azt mondja, hogy legyen egyház, mindenki azt gondolom, hogy legyen mindenki egyház, az ember is egyféleképpen gondolkodik, és picit máshogy, mint a nem tudom én. De hát a kérdés csak az végül is, hogy van-e egyáltalán Magyarország utóbbi 20 évben egyetlen olyan komolyabb ügy, ami be is bizonyosodott tényszerűen, hogy egy falatnyi egyház tényleg, hát nem egyház tényleg, hogy viszont mindenféle csúdolgot tett. Ez egy kevés lenne egy ilyen indoknak, de egyáltalán egy létezik. Van a Fideszban. Nem. Azt hiszem, erről beszéltünk már, nem a kerékpárláncról beszéltünk. Igen, de ezek senki nem bizonyított, és nem volt eljárás egyetlen egyébben sem. A Fáros Katolikus Egyház esetében most kettő is van, a Pécsi és a Győri Egyház megyében, az egyik egy gyertyával, másik talán mostjával üzleteltek, ilyen 100 milliós sikasztások vannak. De megint azt mondom, hogy igen, de ez nem nincs összefüggésben azzal, hogy valaki katolikus. Tehát ugyanúgy, ahogy persze, hogy szégyent hoz valaki családjára akár, de ez nem a családok minősítő, hogyha valaki tolvaj lesz. Igen, nem volt ilyen, hogy a szientológiai egyházat igyekeznek sinfelni, de az ő esetükben sem tudtak semmit bizonyítani. Most lehet nem szeretni, vagy mondjam, felnőtt ember azt mondja, hogy jaj, de mondhatja ezt a hit gyülekezetére, vagy éppen az én egyházamra, vagy bármelyik, hogy jaj, de az egyiknek ez túl lassú, a másiknak az túl harsány, és így tovább. Mindenféle lehet, és a módszerek is, ahogy az embereket térítik, vagy. De felnőtt embernek dönteni kell tudni, és nincs
zsebeltek volna üzleti vállalkozások lehetnek, így gyülekezeti mások is, katolikus egyházban is, van, aki titkol, van, aki nyíltan vállalja, és hamis azt kell mondani, hogy amit a Fidesz erről mond, gátlástalan hazugság, semmi nem igaz belőle. De hát most már kiemlékszik arra, hogy ők is ezt mondták, hogy na ugye végre mégis elcsendesedtek a dolgok. Igaz, hogy még legalább 60 olyan egyház van, amely minden szempontból megfelel a mostani alkotmánysértő törvénynek is, és ebben nincsenek benne azok, akik kevesebb mint 20 éve legálisan, tisztességesen működtek. Azokat is beleszámítjuk, akkor legalább 80 ilyen van. De fütyülnek le, és a társadalom napi rendre tér fölötte, és akkor azt mondják, hogy bejött. És elcsatulnak majd a kritikák. Kérlek. Én jól emlékszem, hogy az Orbán első gyerekének keresztapja Rozsi nem a TG-je? Nem. Nem jutottam? Nem. De most mégis elkezdtem, hogy mert ha megszűnt az egyházad, egyházi mi voltam, akkor az általad keresztel gyerekek most keresztények, vagy nem? Az Orbán képes. Orbán volt szabad ember. Na most nem, hát most nem. Nem, csak ő eskedte. Na de nem, az eskedés az világi szempontból is megtörtént, tehát az érvényes akkor is, hogyha nincs egyházi esküvő, mert nem egyháza. De a gyerekek nem keresztények, most pogánynál láttak két gyerek. Nem. Miért? Állami szempontból, mert ugye az egyház szempontjából keresztények... Nincs visszamenőleges törvény. Na, mert állami szempontból, akkor nincs. Legszorban. De ha elérjük azt, hogy meg kell vallani az egyházi hovatartozásunkat, akkor mit éppen az egy személygyerek a bibliotékában? Gondoltak erre 1998-ban. Igen? Megjelent nálam a az Orbán felesége, Istenem hittem, nem tudom, Anikó. Egy nagyon kedves ember egyébként, és én változatlanul kedvelem, egy kis sztorit elmondok majd Imrével együtt, még szerintem akkor együtt képviselősködtünk 98 és 2002 között, de majd ide visszatérek, csak elmondom, hogy megjelent nálam, és azt mondta, hogy hát ne állapítjak meg, de arra jutottak, hogy hát elvinni a gyerekeit tőlünk, hogy adjam ki a keresztlevelet, és így jogszó nélkül kiadtam, és nagyon-nagyon kellemesen elbeszélgettünk, még arról is, hogy elmondtam kuncogva, hogy az az atya, aki hát forszírozta is ezt a dolgot, még azt is felvetette, hogy nem érvényes az általán kiszolgáltatott keresztség, és hát mivel ő egyházjogot is tanult, mondta, de igen. És akkor erre mondta a hogy nagyon jó, de ő tud valakiről, aki Kossuth Lajos nevére keresztelt, nem Jézus nevére. Hát mondtam nevetve, hogy szerintem részeg volt az a pap. Nagyon szahotázott, és mondta, hogy ő is ugyanezt mondta. Tehát a keresztség, ha egyszer megtörtént, akkor mondjuk így egyházjogi szempontból ezt nem lehet. Akkor hasonlóan gondolkodtak, mint én a katolikus, meg az Orbán, ez a spanyol, és csak megelőzték, és ez aztán kezdett csúnyan pár között. Hát igen, de az egyházi anyakönyvből nem húzzuk ki, csak odaértem a megjegyzés rovatba, hogy ekkor és ekkor kikérte a gyerekeket. Tehát az anyakönyvben benne van és benne marad addig, amíg az anyakönyv létezik. Ami pedig 98 és 2000 közt, amikor együtt képviselőségünk történt, hogy nem tudom, emlékszel erre, hogy Lojzi beállította a frakcióirodába, felmondtad, hogy az Orbán kijelentette, hogy ott a delegációs teremtől jobbra volt a kora miniszterelnöki szoba, hogy ott nem mászkálhatnak a képviselők, és itt a Dobba Halajos ott volt, hogy ez még Horthy se tehette meg, és ő is csak a háznagy
engedélyével léphetett ide be, és fel a háborúban. És akkor azt mondtam, hogy én Gandhitól azt tanultam, hogy ha nyilvánvalóan törvénysértés van, akkor nem várjuk meg, amíg a törvénysértő döntések hatályukat vesztik, hanem demonstratíve megszegjük, mert ez az etikus. És akkor én most tennék ott egy engedetlenségi sétát, van el, aki eljön velem. És nem tudom, te is eljöttél? A Lojzi, meg azt hiszem Béki Gabi talán. Elmentünk sétálni oda a terem elé, és én előtte vitatkoztam a Pokorni valaki, akkor oktatási miniszter volt, nekünk a Veszdiben akkor volt egy botrányunk, a szociális munka szaktanárai fölvázították az iskolát, megpróbálták elérni Pokorninál, hogy ne akkreditálják a főiskolát, és Pokorni nyegre módon ott előtte oktatott engem, hogy igenis nekem kérvényeznem kellene, hogy egy másik felsőoktatási intézménnyel fogjuk össze, és a szak legyen körös. És hát mondtam neki, hogy add ezt írásban. Így nekem egy levelet, hogy szerinted nekem kötelező egy másik formát, hogy tudod, mikor fogom ezt megírni. Te meg tudod, hogy mikor fogom én ezt komolyan venni. Ez egy független felsőoktatási intézmény, hogy mezd te nekem ilyen utasításokat adni. És akkor hát nagyon dühösen félbe szakadt ez a dolog, utána jött ez az engedetlenségi séta, és akkor kinyílt a ajtó. Kicsit rösteltem egyébként magam, mert a palotaőrségnek valami magasabban tisztje állt sötét pofával az egyik ajtóban, és a kis katona pedig, akinek az volt a dolga, hogy megakadályozzon, állt ott, és mi mentünk felé, és amikor odaértünk, akkor vigyázva vágta magát, és tisztelget, mi meg tovább mentünk. Szerencsétlen nem szabad ilyen helyzetbe hozni, mi meg szálltuk szegény, sajnáltuk szegény fiút. Na mindegy, és akkor fölpattant az ajtó, és miniszterelnöknél asszony Lippen kilamegyta. Ott állt Pokorni, ott állt ez a sötétkétű főtiszt, mi ballaktunk az ajtó irányába, és miniszterelnöknél azt, hogy hangos sikkantással a nyakamba vetette magát. Akkor ott elkezdtünk ölelkezni, csókolózni, és arról beszélgetni, hogy hogy vannak a gyerekek, akiket hát ugye kikértek külön. Nagy-nagy-nagy barátok egyetértésben, szeretetben ezt megbeszéltük, aztán megint cuk-cuk, és akkor ő elment. És akkor oda jött hozzám Pokorni, megírnálak egy tejára, mondta rá, amit köszönettel elhárítottam, mert azt gondoltam, hogy mindent megbeszéltünk. Hát ez volt. Egyéb lehet azt tanulálni, és ugye valaki megkérdezte, hogy most is meg kell ezt elmondani a gyerekeit, a kérdés abszolút, és persze, hogy megtenném, mert semmi nem tagadnék meg azért, mert ők álltam velem. Láthatta a gyermekeket. A gyerekek, de hogyha ő bármit kérne lelkészként tőlem, bármilyen szolgálatot megtenném, és akkor is megtenném, ha cserébe nem rehabilitálna bennünket, mert ez nem egy vásár, nem üzlet, ahol ha ő így, akkor én is így. Hát már nem erről szólt. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Én azt szeretném kérdezni, amikor a köztársaság, az előző köztársasági elnöküket elprovizálta valaki, akkor szóba került a demokratikus koalíció részéről, hogy jelöltek köztársasági elnöknek. Most hát ez nyilván az egyetértéseddel kellett, hogy demonstráltassék. Én arra lennék kíváncsi, hogy elvállalnád-e szélesebb körű jelölésben, elvállalnád-e ugyanígy hasonló módon, hogyha a DK, illetve más pártok is jeleznék az ilyen szándékukat
vállalnád-e a köztársasági elnökséget? Ez a legfontosabb kérdés, ez érdekel legjobban. Készülünk. Készülünk. Indítsátok inkább mindig, sokkal jobban festen ebben a pozícióban, de az történt, hogy fölhívott Gyurcsány Ferenc, hogy mit szólnék ahhoz, hogy bedobnák a nevemet. És azt mondtam neki, hogy ne mondjak rögtön a nemet, mert véltek hallani, hogy azt mondom, hogy ne hülyéskedjünk. És azt mondta, hogy elgondolkodnék-e ezen. És akkor azt mondtam neki, hogy jó, abban az esetben, ha valamilyen ellenzéki közös jelölés lenne, akkor elgondolkodnék rajta. És azt mondta, hogy jó, akkor ő fut egy kört. Most elfelejtett szólni nekem, hogy futott-e, vagy nem futott, és egyet kiderült, hogy nem volt egyetértés, és olyan László jelölték volna a másik két ellenzéki párt részéről. És ők ugyanakkor bedobták az én nevemet. Hát mondjuk még elég olcsón megúsztam a dolgot, tehát nem volt nagy ellenkezés. Hát voltak nyugodott Csemjén Zsolt például. De hát nem is tudom, hogy ki is ez a Csemjén Zsolt fővadász. Semmilyen. Fűri vadász. Hát, és akkor is azt mondtam, hogy ha az ember ilyesmiben megkérdezik, akkor ha korrekt demokrata, akkor nem mondhat felháborodottan nemet, ha egyszer valamilyen fajta politikai múlttal, vagy nem tudom én, ismertséggel rendelkezik. Az egy másik dolog, hogy beleélni magát is nevetséges lenne, vagy nem is tudom, hát a komolyan vétel az egy más, mindent komolyan kell venni. És azt is, hogyha 1%-ot ér el valaki, akkor is azt meg kell köszönni, hogy voltak, akik bíztak benne, és gratulálni kell annak, aki nyert. De hát nem védelgettem ilyen ábrándokat. Nekem ez nagyon tetszett, mindenki tudja, én a diktátor vagyok, szerintem egyedül. Tehát a kakukk tojás szerepét vállalom. Ez nekem rettenetesen tetszett. És bogarat is ültetett a fülembe, hogy ezt talán eszkalálni kéne, ezt a fajta szándékot, ezt a fajta megközelítést. Rajta is leszek. Hát ha egyedül maradok, akkor egyedül. De ez megmarad bennem, ez a gondolat, és én ezt viszem tovább. Teljesen független attól, hogy a pártelnök fenntartja ezt az ötletét, és én ezt szeretném tovább inni a később. Kis pontként persze. Imre Parancsa. Végül politikusként szerezték megszólalni. Fura módon, hogy elgondolkoztam, hogy ha Gábor jelenséget, ne arra úgy, hogy így lesznek, megvizsgálom, akkor azt látom, hogy mindenféle állam számára, Európa bármely országában hallatlan értéket jelentene az a jelenség, az a környezet, amit te létrehoztál. Tehát azért olyan, hogy több ezer szerencsétlen embert, akivel nem foglalkozok, akiknek üszkösödik a lábuk, akiknek nincsen elemi egészségügyi ellátások, akik nem tudnak enni egészségesen, és így tovább. Ezekkel foglalkozol, összedarizol a társaiddal együtt, az anyagiakat ehhez, rengeteg időt, fáradtságot, imádságot, mindent ráfordítasz, akkor azt mondanám, hogy ez az ember, hogyha gyökeresen más világnézetű, mint én, akkor is az állam a közjó érdekében én kitömném pénzzel. De az a legolcsóbb dolog, senki ilyen jutányosan, ilyen hatékonyan nem fogja
ezt az egész kérdést elintézni. Létrehoz főiskolától, kiképezi azokat a lelkes embereket, akik foglalkoztak ezzel a szerencsétlen réteggel. Hát azért mondom, hogy a közjó szempontjából ez egy magától értetődő automatikusnak kellene lennie, és nem mindenféle hülyeséggel és okoskodással és jogászkodással, elnézést a fiaimtól, elgáncsolni ezeket, megakadályozni, szóval ez valami elképesztő. Ez számomra már egy politikus részéről az elmebetegségnek a megnyilvánulása, ha nem él ezzel. Tehát úgy gondolom, hogy ha teljesen cinikusan nézné valaki a ti ténykedéseteket, akkor is muszáj volna neki támogatni a mindenféle adott ellenérzés ellenében is, mert ez a közjó ezt kívánja. Ennyit szerettem volna támogatni. És egyébként kiegészített az ügyét, mert alapvetően a Fidesz, azt tudjuk, hogy magas oltóik a közjóra, általában pedig a magas oltóik a közjóra, azt nézni az érdeke. Ha én lettem volna a Fidesz, akkor te egyházadat, azt fölteszem az ászra, ugyanúgy az Imre mondja, kitörnek pénzzel, és azt mutogatom, hogy tessék, a mi Iván, mi Gáborunk, akkor le is gáborozna, aki mi engem összeadott, az lát, milyen jövőjük, hajléktalanokat hogy kezeljük vele, hogy neveljük a általános egyetemi gyerekeket az iskolákba, és csinálok magamnak egy olyan sikerpropagandát ebből, amit kifelé nyugaton is mutogathatok. Tehát kihasználtam volna azt, amit nem kellett nekem építenem, amit te fölépítettél helyettem. A Fidesz szerintem iszonyúan nem okoz politikusat volna. Hát ez lehet, hogy meg is történt volna akkor, hogyha én olyan jelzéseket küldök felé, hogy be lehet venni az ő csapatába, de nem küldtem ilyen jelzéseket ellenkezőleg. Tehát az előző kormány idején is éppen a Balogh Zoltánon keresztül érzékeltette, hogy szívesen támogatna, hogyha Zoltán így fogalmazott, hogy az együtt kéne megjelennünk a nyilvánosság előtt fotón, és nem tudom. Mondtam, hogy a támogatás az ránk fér, és a mindenkori államnak szerintem ez kötelessége, ez egy dolog. Ha lehet minket támogatni, akkor nosza. És hadd döntsem el azt külön, hogy akarok-e együtt fényképezkedni, vagy nem. Azóta ugye jön ez a dolog visszafelé, és itt akkor most ebben a szűk körben a sajtó nyilvánossága nélkül azt meg kell mondanom, hogy olyan fajta kritika ért, és ez nyomaszt is engem, hogy vajon azok kedvéért, akiket én is szolgálok, nem kellett volna óvatosabban fogalmaznom, nem kiállni mondjuk az opera elé, vagy nem kiállni a DK-val együtt a Batthyány Örök Mécseshez, nem nyilatkozni mondjuk a mozgóvilágnak. Ezek kiverték egy kicsit a biztosítékot, de ha érzem is ennek a súlyát, nem tudom azt mondani, hogy ezt megváltom. Tehát ha az az elvem, hogy az embernek nem szabad taktikázni, mondjuk más lenne a helyzet, Istennek nem élet-halál kérdése, direkt módon, hát valami értelme talán lehet, de ha nincs olyan fajta fasizmus itt, hogy az embereket belelőtt a Dunába, igen, akkor minden újabb adó, és akkor a világért nem kockáztat még semmit, de úgy érzékeltem, hogy ebben a mostani nagyon-nagyon megtévesztő, örülök ilyen megtévesztő világban, ahol egyházak is fújják az ő dicséreteket, kiket úgy mondták, hogy ez nem Istentől való, és nem tisztességes, és nem szabad taktikázni. Hát amit az ember gyávaságból felad, azt valószínűleg nem kapja vissza, és amit meg itt csavarnak a kezéből, azt talán még
visszaadjuk a metodistáknak, hogy 74-ben engem lapátra tettek. Tényleg igaz. Hát ezt nem szépítem, és ma már elképzelni nem tudtam magam abban a millióban. És ha az nem történik meg, amilyen kényelmes vagyok, én magamtól soha nem hagytam volna őket ott. Kihajítottak, a lábam beérte a földet, és akkor rájöttem, hogy nagyon jó helyre bontjattam. Most valószínűleg most is valami ilyen van. Persze, hogy az szörnyű átélni, hogy emberek után bezárom az ajtót, és nem nyitom ki még egyszer, vagy iskolákat bezárni. Hát, ugye 800 ember dolgozik nálunk különböző intézményben. És hát a kormány nagyvonalú döntéseiben ez nem játszik szerepet 800 embernek a sorsa. Nekem szörnyű a gondolat, de mégis azt gondolom, hogy ami érték megmarad, és újra kezdjük majd. Akkor akárhány embernek a sorsa nem játszik szerepet ennél a kormánynál, én úgy vélem, ahogy nem fogom felsorolni az útig is, mert törvénykezést, hogy 16 évesen kivetni a gyerekeket a Mistelembe vagy a bűnözésre. Nem fél bele egy szakítás. Szeretném nagyon szépen megköszönni neked, hogy eljöttél. Én rengeteg érzést kaptam tőled, ezt mondhatom azt hiszem mindannyiunk nevében, és amit itt Fruzsina mondott és Misi is megemlített, ezt én csak megerősítem, hogy szeretnék mindenben segíteni. Ennél mi többen vagyunk, mert valóban itt beszélgettünk arról az elején, hogy hányan vagyunk mi SZDSZ-esek, és ez egy olyan ügy, amivel én úgy gondolom, hogy ha nem is a pártod volt, de azért mégiscsak pártolód volt. Egyszer azt mondtam, hogy nem mindegy, hogy melyik pártban nem lépte be az ember, de ezt nem úgy értettem, hogy van, amivel semmiképp nem lépnék be, de amivel mégis megvagyok anélkül. Úgyhogy még egyszer köszönöm, és egy nagyon fontos tanulságot mondtam, de most elnézést a saját magam számára, meg tudtam, hogy Isten tiszteletben. Köszönöm szépen. C'est des sandwichs, mais plus vite, parce que je fais une quiche.